A motoros életünk jelentős részét töltjük a lakott területen belül, és minél nagyobb városba közlekedsz, annál sűrűbben kell számítani erős torlódásra vagy dugóra, és hiába lassabb a sebességünk, mint a lakott területen kívül, sokkal több random viselkedésű, kiszámíthatatlan közlekedő félel találkozol, és három olyan íratlan szabályt mondok nektek, amit ha betartasz, akkor nagyobb eséllyel fogsz épségbe hazajutni. Kapásból az első egy olyan, amikor a motoroddal utolérsz két olyan autót, akik nem férnek el a sávjukba, és mint tudjuk, kik azok az autósok, akik nem férnek el a sávjukba. Hát persze, hogy a legkisebb autóval rendelkezők, dévótikósz, mártok, -ok, akik úgy viselkednek, mint a csuklós busszal lennének, ettől függetlenül előfordulhat, hogy ők úgy érzik, hogy nem férnek el. Ilyenkor megállsz mögöttük, és két lehetőséged van. Az egyik, hogy a Panigálédat, amivel Káit motorozik, mert ugye ők Kája Lego Ninjából, Elkezd lerotyogtatni, mint az állat, és akkor elkezdenek menekülni, ha tudnak, mert hogyha közel állnak mondjuk az előttük állóhoz, akkor ugye az autónak nem, nem tud az autó csak oldalirányba irányba elmozdulni, hanem előre is kell mennie, nem fog tudni elengedni, hiába ránkodod a gáz, csak te saját magad kap agyfaszt, és mindenki azt mondja, hogy ez egy idióta. Vagy az, hogy van 10-20 másodpercet megvárni, amíg a forgalom megindul, és előbb-utóbb jön egy olyan szitu, amikor kinyílik neked egy ilyen rés, és a panigáléddal pedig el fogsz tudni férni közöttük. Kapásból jön a második szituáció, amikor a zöld kalapos bácsi a bmw be elfelejtette használni az indexet, lehet, hogy át akar sorolni, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy ugyanolyan közlekedő fél, mint az előbbiek, hogy ő szeret a sávhoz közel húzódva menni, és nem érdekli az, hogy van a sorok között érkező motoros forgalom. Ilyenkor az első, hogy észreveszed, hogy óriási rés van mellette, és jobbról gondolod, hogy elhussansz. Azért nem javasolt ez a megoldás, mivel nem indexel, nem tudhatod, hogy szándékozik-e, és elképzelhető, hogy egyébként azért néha belepislant abba a bal tükörbe, és miközben te jobbról kerülöd, jön egy nagy tempos bringás, mert a bringások még gyorsabban mennek a sorok között, mint a motorosok, mivel kicsik és elférnek. Ezért az a jobb sávba közlekedő autós belenéz a bal tükrébe, és ránt egyet a kormányon, te meg pontot vagy mellette, aminek a következménye lehet az, hogy megfejelsz egy betonoszlopot, és azt garantálom neked, hogy 30 a megfejelve egy oszlopot, az jelentősen rossz hatással lesz a közérzetedre. Úgyhogy ugyanazt a megoldást tudom nektek javasolni, várd meg mögötte állva, amíg valamelyik sáv megmozdul, és te szépen elférsz közöttük. Odaérsz a lámpához a sor elejére. Van egy megfelelő nagy méretű helyed, befértél a teherautó és a kisautó mellé. Azért nem jó megoldás, mert alapszabály az, hogy nagy kerekű mellé soha nem állunk be. Olyan nagy a tér, hogy nem vesz észre. Ilyenkor egyszerű megoldás az, hogyha beállsz az autó mögé, megvárod, amíg elrajtol az eleje, a nagykereki autó úgyis lassabban fog elindulni, és abban a pillanatban lesz egy ilyen résed, ahol te hús elmotorozhatsz a naplementébe. Ez lenne ez a három kis alapíratlan szabály, amit hogyha betartasz, akkor sokkal nagyobb esélyed lesz arra, hogy stresszmentesen és épségben hazaérsz.